Decemberben a hideg idő ellenére is szép számmal látogattak ki a közterületfelügyelet Hajnóci utcai ebrendészeti telephelyére. A hagyományteremtő szándékkal életre hívott örökbefogadó napon két kutyus talált új otthonra. Múlt vasárnap a szervezők már második alkalommal várták a családokat. Igazából a mai nap az azért került kiválasztásra, ez a szép vasárnapi nap, hogy bíztunk egyrészt a jó időben, mert tavaszra terveztük. Másrészt azt gondolom, hogy azért munkaidő beosztás szempontjából talán a családoknak ez egy picit kedvezőbb, mint akár egy szerda vagy egy csütörtökön, a így hétköznap. Azt, hogy kiket várunk, igazából minden gazdag kereső kutyusnak szeretnénk egy boldog, szerető, biztonságos családot, úgyhogy igazából nincs ez megkötve, hogy kiket várunk, mindenkit nagyon sok szeretettel. Az ebrendészeti telepen szinte folyamatosan 100%-os a kennelek kihasználtsága. A befogadó képesség limitáltsága miatt is szükség van az örökbefogadó napokra. Szép számmal érkeztek látogatók ezúttal is. Több összetevően annak, hogy itt vagyunk. Az infót a testvéremtől kaptam a Facebookon keresztül. Kertesházba költöztünk 2 évvel ezelőtt, és úgy gondoltam, hogy a kertesháznak mindenképpen tagja egy kutya, főleg úgy, hogy kisfiú gyermekünk van, és úgy gondoltuk, hogy a neveltetésében mindenképpen legyen az életében egy kutyus is, mivel hogy nekem is volt, és nagyon jó emlékek fűződnek hozzá mai napig. Május közepén a Szűrcsapó utcában fogták be ezt a Beagle keverék kutyát. Az érdeklődők közül többen is nála időztek legtovább, így a Gangöl család is. Az örökbefogadó nap végén a kutyus új gazdáival együtt hagyhatta el a telepet. Aki szeretne kutyát magához venni az ebrendészeti telepről, a képernyőn látható alábbi elérhetőségeken érdeklődhet.